Ez a Híradó az M1-en. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. Elkezdődött a kínai elnök hivatalos magyarországi programja. Xi Jinping tegnap este érkezett a Liszt-Ferenc repülőtérre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fogadta. A hivatalos fogadás ma délelőtt volt a Budai Várban, ahol Súlyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte Xi Jinpinget és feleségét. A katonai ceremónia után a kínai elnök a Sándor palotában Súlyog Tamás államfővel találkozott. Xi Jinping délután Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, amely után sajtónyilatkozatot tesznek. Ezt az M1-en élőben közvetítjük. Délelőtt 10 óra után néhány perccel érkezett meg Xi Jinping és felesége a Budai Várba. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök fogadták. Tisztesség! Az oroszlános udvarban közben a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály és a Nemzeti Lovas Díszegység is felsorakozott, majd katonai tiszteletadás kezdődött. A kínai és a magyar himnusz is felcsendült, a ceremónián mind a magyar, mind a kínai delegáció tagjai között miniszterek és magasrangú cégvezetők is megjelentek. A kínai elnök hivatalos programja a Sándor palotában folytatódott, itt kezdődtek meg a tárgyalások. Feszes program vár a kínai elnökre és a delegáció tagjaira, Xi Jinping Súlyog Tamás köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztet. A megbeszélések középpontjában elsősorban gazdasági témák szerepelnek, de a háború és a béke kérdése is napirenden lesz. Xi Jinping szerdán este érkezett meg Magyarországra. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren magyar népviseletbe öltözött gyerekek köszöntötték a kínai elnöki házaspárt. Ősi szokás szerint először kenyérrel és sóval kínálták őket, majd a magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium diákjai is üdvözölték őket. Elnök úr és kedves felesége, Isten hozta Önöket Magyarországon! A repülőtéren Orbán Viktor és felesége Lébai Anikó fogadta az elnököt és a feleségét. Ezekről a pillanatokról a magyar miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót. A Budai Várban eközben a hazánkba érkező kínai közösség tagjai zászlókat lengetve, énekelve várták és fogadták a kínai delegációt. Kínai elnök 20 éve nem járt Magyarországon, most egy párizsi és egy belgrádi látogatás után érkezett Budapestre, diplomáciai kapcsolataink felvételének 75. évfordulóján. Jelzés értékű, hogy a kínai elnök egy kb. 400 fős delegációval érkezett. Történelmi jelentőségű találkozóról van szó, amelyen másfél tucat megállapodást is aláírnak. Erről a Matthias Corvinus Kollégium külgazdasági műhelyének vezetője beszélt az M1-en. Moldics Csaba azt mondta, mindkét ország a gazdasági kapcsolatokra fókuszál, ezért számos közös érdekük van. Mindkét ország érdekelt, és azt hiszem ez fontos közös pont, érdekelt abban, hogy a globalizáció folytatódjon. Tehát ugye egyrészt a kínai oldalról az övezetés útkezdeményezés, másik oldalról a magyar oldalról a keleti nyitás, vagy a konnektivitás, azok a kulcs szavak, amelyek segítenek megérteni abban, hogy két olyan ország, még Kína is, ami felzárkózóban van, és éppen ezért szüksége van az összes ponthoz, amihez hozzá tud férni a világgazdaságban, erőforrásokhoz, technológiához és tőkéhez. Magyarországon háromszor akkora értékben történhetnek megállapodások, mint Szerbiában, erre pedig már a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-kínai tagozatának elnöke hívta fel a figyelmet. Nádasdy Tamás hozzátette, ez azért kiemelt jelentőségű, mert Szerbia nagyon jó kapcsolatokat ápol Kínával. Ők is nagyon-nagyon fontosak, de mi úgy tűnik, hogy most még jelentősebbek vagyunk, főként azért, mert Európai Uniós ország vagyunk, és így gyakorlatilag, hogyha belép Kína Magyarországra, akkor az Európai Unióba lépett be ezáltal mindenféle szempontból. Xi Jinping péntekig lesz Magyarországon állami látogatáson. Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről délután a sajtónak is beszámolnak majd. A nyilatkozatokat az M1 élőben közvetíti. Várhatóan 20 gazdasági, illetve gazdasági jellegű megállapodást ír alá Magyarország és Kína. Ezek főként vasúti, közúti és energetikai projektek lehetnek, amelyek egy jó része az Egy Övezet, Egy Út programhoz kötődnek. Az utóbbi években felgyorsult az együttműködés a két ország között. Tavaly például Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Mára Kína lett hazánk legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere.
Ma Magyarország fontos kereskedelmi partnerünk. A kelet-közép-európai régióban a kínai befektetések első számú célországa. A két ország közötti együttműködés gyümölcsöző, életerőtől duzzadó. A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fontosságáról is írt a kínai elnök magyarországi látogatása alkalmából, amit a Magyar Nemzet közölt. Xi Jinping hangsúlyozta, hogy most az egy övezet, egy út színvonalas kiépítésére, a két ország stratégiáinak szorosabb összehangolására összpontosítanak. Azt látom, hogy a magyar-kínai megközelítés az pragmatikus, gyakorlatias, tehát azon nyugszik, hogy kölcsönös előnyök jöjjenek ki ezekből a kereskedelmi gazdasági kapcsolatokból. Erről már az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakértője beszélt a Kossuth Rádióban. Pásztor Szabolcs elmondta, az utóbbi években felgyorsult az együttműködés Kína és Magyarország között, különösen a kereskedelemben és a befektetésekben. Azt tudom mondani, hogy ezt a fajta már egyébként termékeny talajt próbálja a mostani látogatás is még inkább megtermékenyíteni, és a véletlenül bejelentett beruházások is egy út folytatását takarják, egy új út folytatását jelentik, és én azt gondolom, hogy a két ország között fennálló jó gazdasági kereskedelmi partneri viszony az egyébként tovább folytatódhat. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a magyar-kínai kapcsolatok erősítése kulcsfontosságú Magyarország számára. Mi, akik meg akarjuk védeni a közös eredményeinket, amit a magyar emberekkel közösen elértünk, munkahelyek, családtámogatás, nyugdíj, fiatalok adómentessége, stb. Ezt együttműködéssel lehet, ha világ különböző tájaival együttműködünk. És Kínának itt kulcs szerepe van. Hát az elmúlt 5 évből kétszer Kínából érkezett a legtöbb befektetés Magyarországra. A kínai elnök magyarországi vendégeskedése során várhatóan 20 jelentős, több területet is érintő megállapodást kötnek majd. Ezek között az egy övezet, egy úthoz köthető infrastrukturális fejlesztések, illetve a vállalatok közötti kapcsolatok bővítése egyaránt megtalálhatók lesznek. Feltehetőleg főként vasúti, közúti és energetikai projektek is lesznek közöttük. Elemzők kiemelik, hogy Kína 2023-ban hazánk 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Részben ennek is köszönhető, hogy hazánk a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában. Nálunk építi fel például a legkorszerűbbnek mondott gyárát zöldmezős beruházás keretében a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártó üzeme, a Kettle. És hamarosan ugyancsak nálunk épül meg a világ első számú elektromos autógyártójának, a BYD-nak az első európai üzeme. Magyarország növekvő világpolitikai súlyát mutatja a kínai elnök látogatása, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, olyan területeken köt megállapodásokat a kormány Kínával, ahol a távol-keleti ország csúcs technológiát képvisel. Hozzátette, Kína GDP-je 20 évvel ezelőtt csak az Európai Unió 1/5-ét érte el. Mára azonban már megelőzi az uniót, amely nem csak Kína gazdasági erejét, de az unió versenyképességének csökkenését is jelzi. Magyarország a nemzetközi együttműködésben a konnektivitás elvét vallja, tehát azt szeretnénk, hogyha mindenkivel Magyarország számára előnyös üzleteket lehetne kötni, ott, ahol egyébként ezek az országok a legkiválóbb termékeket állítják elő. Olyan területeken kötünk megállapodásokat Kínával, ahol Kína csúcs technológiát képvisel a világban, ezért ez Magyarországnak érdeke. A kínai elnököt a felesége is elkísérte Magyarországra, aki a délelőtti hivatalos fogadás után a budavári palota Szent István termébe látogatott Nagy Zsuzsannával, Súlyog Tamás köztársasági elnök feleségével. Peng Li Yuan először megismerkedett a herendi porcelán történetével, majd ő maga is részt vett egy tányér díszítésében. Ezután pedig a hagyományok háza hímzés bemutatóján vett részt. A kínai elnök felesége délután a magyar-kínai két tanítási nyelvű iskolában látogat Léva Janikóval, Orbán Viktor miniszterelnök feleségével.
A Magyarország és Kína közötti történelmi szövetség ragyogó példája a kultúrák közötti harmonikus együttműködésnek. Erről beszélt az MTVA vezérigazgatója a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. Pap Dániel azt mondta, az ünnep alkalmából első alkalommal mutatnak be a magyar közmédia kulturális csatornáján a közmédia kínai partnere által gyártott színvonalas dokumentumfilmeket. 3, 2, 1, rajt! A Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából közösen indította el Shanghai Xiong, a China Media Group elnöke, és Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója, annak a műsornak a magyarországi premierjét, amelyből a nézők megismerhetik Xi Jinping válogatásában a kínai kultúrkör bölcsességeit. Kína fellendülése más országoknak is a fejlődés lehetőségét nyújtja. Az együttműködésnek köszönhetően most első alkalommal mutat be a közmédia kulturális csatornáján a kínai partnere által gyártott színvonalas dokumentumfilmeket. Az ünnepségen a világ egyik legnagyobb médiavállalatának elnöke arról beszélt, hogy a mostani évfordulón azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék a kínai-magyar barátságot, és megvitassák a közös jövőt. Magyarország Kína jó barátja és régi partnere Európában. Az egyik első ország, aki elismerte és diplomáciai kapcsolatokat létesített Új-Kínával. Az első európai ország, amely aláírta az Egyövezet Egyút kezdeményezéshez kapcsolódó együttműködési dokumentumot, tette hozzá a kínai média csoport elnöke. A Kína média csoportnál több ezer ember dolgozik az év minden napján. 1 milliárd nézőt látnak el friss hírekkel, kulturális tartalmakkal és szórakoztató műsorokkal. Országaink, Magyarország és Kína 75 évvel ezelőtt már megtették ezt a fontos lépést, amikor diplomáciai kapcsolatot létesítettek egymással. Magyarország és Kína szövetsége a kultúrák közti harmonikus együttműködés példája. Erről már az MTVA vezérigazgatója beszélt a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A vezérigazgató kiemelte, a China Media Group és az MTVA példamutató összefogása előmozdítja a nemzeteink közötti párbeszédet és segít új kooperációs lehetőségek felkutatásában. A két médiavállalat együttműködésének egyértelmű nyertesei ezzel a nézőink lesznek. A két vállalat közti tartalomcsere pedig olyan hidat fog képezni a kínai és a magyar emberek között, ami felülír minden földrajzi távolságot. A találkozó alkalmával partneri együttműködést írt alá a China Media Group és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap. A diplomáciai kapcsolatok felvétele óta eltelt. Újabb és újabb részletek derülnek ki azokról a NATO tervekről, amelyek a közvetlen beavatkozás veszélyével járnak az orosz-ukrán háborúba. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, a kormány álláspontja továbbra is egyértelmű. Magyarország ki akar maradni a háborúból, és a NATO-ukrán missziójában sem kíván részt venni. Kiemelte, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen magyar katonákat, illetve Magyarországról fegyvereket küldeni Ukrajnába. Hozzátette, továbbra is az a kormány véleménye, hogy a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása. Ezért a NATO-nak is minden erejével a béketárgyalások mihamarabbi megkezdését és azonnali tűzszünetet kellene szorgalmaznia. A kínai elnök franciaországi látogatásán igyekezett arról biztosítani az európai vezetőket, hogy országának célja a mihamarabbi béke elérése Ukrajnában. Kína nem a válság előidézője, nem részese vagy résztvevője a válságnak, de nem is vagyunk szemlélődők. Mindig is aktívan próbáltunk hozzájárulni a béke megteremtéséhez, mondta hétfőn Xi Jinping Párizsban az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján. Miután Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.
Kínának kulcs szerepe van a békéhez vezető út megtalálásában Ukrajnában. Így értékelte Emmanuel Macron a kínai elnök látogatását. A francia államfő emlékeztetett, hogy Kína szoros kapcsolatban áll Oroszországgal, amely fontos szerepet játszhat a béketeremtésben. Szólt arról is, hogy a februárban nyilvánosságra hozott kínai béketerv nem minden pontjával értenek egyet, ugyanakkor szerinte mindez mutatja az akaratot a béketeremtéshez. Kína az ukrajnai konfliktus mi hamarabbi lezárásában érdekelt, nyilatkozta a híradó.hu-nak Kiszeli Zoltán. A századvég politikai elemzések központjának igazgatója szerint ennek oka, hogy Kína a globális dél rész. Ez a világnak az a kétharmada, amely az orosz-ukrán háborút egy olyan európai konfliktusnak látja, amelynek az árát, például az élelmiszerárak vagy az energiaárak emelkedésével az egész világ megfizeti. A világnak ezen része nem szeretné továbbra is fizetni a háború árát, ezért Xi Jinping a magyar kormányhoz hasonlóan a mi hamarabbi békekötést szorgalmazza, hangsúlyozta az elemző. Kiszeli Zoltán emlékeztetett, Oroszország nélkül nehéz békét kötni. Peking természetesen nem tárgyalhat az oroszok helyett, de a béketerve egy alap lehet. Ahogy az oroszok is mondják, a kínai béketervet egy tárgyalási alapként fogadják el. Ki akarunk maradni a háborúból, a NATO misszióban nem kívánunk részt venni. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen katonákat és fegyvereket küldenie Ukrajnába. Erősítette meg a kabinet álláspontját Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta. A kormány szerint ennek a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása. Éppen ezért mi a NATO bevonulása és részvétele helyett egyértelműen azt szorgalmazzuk, hogy a NATO is minden erejével a béketárgyalások mielőbbi megkezdését és azonnali tűzszünetet szorgalmazzon. Hozzátette, Magyarország azon van, hogy a NATO semmiképpen ne avatkozzon bele a konfliktusba. Ha ezt mégis megtenni, Magyarországnak akkor se kelljen egy ukrán katonai misszióban részt vennie. Gulyás Gergely aggasztónak nevezte, hogy a NATO a háború 5 éves elhúzódásával számol. Nem áll Magyarország érdekében, hogy egy föderális, blokkosodó, elzárkózó, háborúba sodródó, túlszabályozott és hanyatló Európai Unió keleti perifériájára szoruljon. Ezt mondta a honvédelmi miniszter a Ludovika Fesztivál megnyitóján. Szalai Bobrovnicki Kristóf előadásában hangsúlyozta, a soros uniós elnökség lehetőséget ad arra, hogy Magyarország hozzájáruljon a magyar emberek és Európa biztonságához. Elkerülje a blokkosodást és a konnektivitás gondolatát helyezze előtérbe. Ebben a helyzetben kell tehát a magyar elnökség szerepfelfogása szerint honest brokerként, tehát tisztességes közvetítőként, de egyben a magyar nemzeti érdekeket soha nem szem előtt évesztve egy ideológiától mentes, hidegfejű és pragmatikus elnökséget lebonyolítanunk. A kormánypártok a valaha volt legnagyobb EP kampányt folytatják. Az ő táboruk a legeltökéltebb, mert hazánk biztonságáért küzdenek, jelentette ki az M1-en a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás azt mondta, a miniszterelnök akkor tud eredményesen küzdeni, megvédeni a magyar békepárti álláspontot és az ország biztonságát, hogyha a magyar emberek ott állnak mögötte. Kiemelte, a helyzet napról napra súlyosabb. A magyar emberek támogatásával tudják csak megvédeni a békepárti pozíciót és az ország békéjét. Az összes vezető politikusunk az országot járja, és mindenkivel szeretnénk találkozni, mert arról van szó, hogy egy háborúban mindent elveszíthetünk. Fizikai biztonságot, egzisztenciát, házat, jövőt, gyermeket, mindent. Ebből ki akarunk maradni. Lengyelországban romlott a jogállamiság, de olyan háborúpárti politikai erő került hatalomra, amelyet az Európai Bizottság a szövetségesének tekint. Így értékelte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, hogy az Európai Bizottság közölte, lezárná a Lengyelországgal szemben 2017-ben indított jogállamisági eljárást, mert úgy ítélik meg, hogy már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének veszélye. Gulyás Gergely kiemelte, az uniót gyengíti, hogy Brüsszelben politikai szimpátia alapján hoznak döntéseket.
Az Európai Unióban már a jogállamisági kérdéseknek köze nincs a joghoz, nettó politikai kérdésekké váltak, politikai szimpátia alapján döntenek róla. Ez az Európai Uniót gyengíti, és ha az Európai nem tud a jog útjára visszatérni, és a bizottság sem képes erre, mert a bizottság eddig azért mégiscsak a szerződések üreként funkcionált, legalábbis a Barroso bizottságról még ez elmondható volt, az nagyon nagy károkat fog okozni az Európai Uniónak, és az Európai Unió kohézióját veszélyezteti. Összehangolt támadást indított az Európai Néppárt ellen az európai baloldal. 28 nappal a választások előtt azt próbálják megakadályozni, hogy jobboldali összefogás jöhessen létre az új európai parlamentben. Részletek Baracka Esztertől, a brüsszeli közmédia központból. A kiinduló pont Ursula von der Leyen egy múlt heti kijelentése. Az Európai Bizottság elnöke, aki szeretne még egy ciklust eltölteni a bizottság élén, múlt héten egy vitában úgy fogalmazott, kész együttműködni a jövőben a konzervatív párttal, ha adottak a feltételek. A kijelentés heves reakciókat váltott ki a baloldalon, több okból is. Von der Leyen annak a néppártnak a listavezetője, amely minden felmérésben az élen áll, nagy valószínűséggel megnyeri a választást, von der Leyennel tehát számolni kell. A baloldal eközben jól láthatóan sokat vesztett a népszerűségéből, ami azt jelenti, hogy veszélybe kerülhet az a koalíció, amely a maga kényelmes többségével mindent eldönthetett az elmúlt 5 évben. Ha a néppárt együttműködne a konzervatívokkal, még nem lenne ugyan többségük, de változást hozhatnának. Ennek jele az elmúlt 1 évben már látható volt, amikor a néppárt számos esetben a baloldallal szemben a többi jobboldali párttal szavazott együtt. A baloldalon ezért többen felszólították a néppártot, határolódjon el minden tőle jobbra álló politikai erőtől, ellenkező esetben veszélybe sodorja például az emberi jogokat, a sajtószabadságot, a női és az LMBTQ közösség jogait. Tegnap pedig ugyanezt megerősítették egy közös nyilatkozatban, amit valamennyi baloldali párt és a liberálisok is aláírtak. A néppárt azonban nem. Szóvivőjük azt mondta, nem adják a nevüket olyan nyilatkozathoz, amely csak egy bizonyos csoport politikai kampányát szolgálja. Bonyolítja a helyzetet, hogy néhány nappal korábban viszont a néppárti CDU delegáció vezetője azt mondta, továbbra is a baloldallal képzeli el a közös munkát. Elemzők szerint a háttérben 2 dolog lehet. A néppárt vagy megosztott, vagy egyszerre udvarol a tőle balra, illetve jobbra álló pártoknak, hogy a parlamenti szavazáskor támogassák Ursula von der Leyen újraválasztását. Az angol írásbelivel folytatódott az érettségi időszak, középszinten csak nem 34,5 ezeren, emelt szinten pedig mintegy 21 ezeren érettségiznek országszerte. A diákok zöme magabiztosan vágott neki a megmérettetésnek. Már kora reggel megérkeztek a tételek az egyik kecskeméti iskolába. Szigorú a rend ilyenkor, egy gyors ellenőrzés után a széfbe kerültek, egészen a vizsga kezdetéig. Közben megérkeztek az érettségizők. Volt, aki magabiztosan, mások aggódva várták a vizsgát, most angolból kellett bizonyítaniuk. Amitől a legjobban tartok, az a nyelvhelyesség rész, mert ott könnyen lehet pontot veszteni, de azt gondolom, hogyha elég figyelmes vagyok, akkor nem lesz azzal sem gond. Ebben a technikumban idén 71-en írtak angol érettségit, a diákok több mint fele középszinten, de évről évre több az előrehozott vizsgázó is. A nyelvérettségénél egy kicsit több előkészületre van szükség, nem egy feladatlap van, hanem 4, és az emelt, illetve középszinten más a rendelkezésre álló idő. Esztergomban reggel közösen imádkoztak egymásért és saját magukért a diákok. Azt mondták, a legjobb tudásuk szerint igyekeztek felkészülni. Folyamatosan egész évben gyakoroltunk érettségiket, egész évben írogattuk ezeket órán, és a témazárókat is úgy csináltuk, ahogy az érettségiket, hogy így el tudjuk képzelni, hogy milyen lesz ez most. Az angol az egy nagyon fontos tárgy, hogy érettségizünk belőle, szerintem nagyon sok mindenre használhatjuk, és továbbtanulás szempontjából is nagyon fontos. Az angol írásbelinek 4 része van, pontozzák az olvasott szövegértését, a nyelvhelyességet, a hallott szövegértést, valamint az íráskészséget. Emelt szinten 4, középszinten 3 óra alatt kellett kitölteni a diákoknak a feladatlapokat. Most elsősorban előrehozott érettségiket tesznek nálunk angol nyelvből, 68-an mentek emelt szintű érettségire, illetve összesen 80-an érettségiznek.
öt teremben írják, öt vizsgateremben az érettségit, ebből egyben vannak már csak a végzősök. Maga biztosan vágtak neki a vizsgának az egyik balatonfüredi gimnáziumban. Volt, aki az angoltól tartott a legkevésbé. Nekem a töri volt a legnehezebb, szóval remélem az angol jobban fog sikerülni. Egyébként szerintem az angol könnyebb is lesz, és nem nagyon tartok tőle. Adom, amit tanultam az elmúlt években, aztán reméljük jól sikerül. Középszinten csak nem 34,5 ezeren, emelt szinten pedig mintegy 21 ezeren érettségiztek angolból országszerte. Középre nagybetűkkel. Pénteken a német írásbelivel véget ér az idei érettségi időszak első hete, hétfőtől pedig a választott tárgyakból kell majd vizsgáznia a középiskolásoknak. Karácsony Gergelyék az autók kétharmadát ki akarják tiltani a városból. Szentkirály Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje egy videóban arról beszélt, hogy a klímaügynökség új vezetője, Karácsony Gergely régi barátja egy interjúban azt mondta, azon dolgozik, hogy a 10 évnél idősebb autókat kitiltsák a város egyes részeiről. Állítása szerint ez megoldható, és azon dolgoznak, hogy nulla kibocsátású zónákat hozzanak létre. Jelenleg közel 440 ezer 10 évnél régebbi autó jár a város utcáin a belügyminisztérium adatai szerint. Ez az összes budapesti autónak a közel kétharmada, ennyit tiltanak ki a klímaügynökség vezetője Budapest bizonyos kerületeiből. Természetesen az autósok megkérdezése nélkül, ez felháborító. Tipikus, valós tempó, átgondolatlan döntések, sötétzöld szempontok és tiltás. Karácsony Gergelyék nem érdemelnek még egy esélyt. Magyar Péter nevetségessé vált, egy rádiót internetblokkolónak, egy rendőrt pedig a titkos szolgálat munkatársának nézhetett pártja országjárásának hajdúnánási helyszínén. Erről ír a Magyar Nemzet. A baloldali politikus a közösségi oldalán írt arról, hogy szerinte a titkos szolgálat blokkolta a térerőt és az internetet is a rendezvényen. Csak hogy a Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy a problémát valójában a hálózat leterheltsége okozhatta. A baloldali Debreciner élő videója ugyanis például megszakadás nélkül követhető volt. Magyar Péter vádjait a rendőrség is cáfolta. Honlapjukon azt írták, akit Magyar Péter titkos szolgának nézett, az valójában éppen a tüntetés biztosító civil ruhás rendőr volt. 2022. május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk arra, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választáson egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről és a jelentősebb feladatokról. Hívunk mindenkit, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkba Tilki Attillát hívtuk a Fidesz-KDNP-től, ő azonban nem érkezett meg a stúdióba. Ma Magyarországon 1 millió ember érintett demenciával, ezért a kormány 2030-ig szóló nemzeti demencia program kidolgozása mellett döntött, jelentette be a családokért felelős államtitkár egy biatorbágyi szakmai konferencián. Hornung Ágnes kifejtette, a cél, hogy ismeretterjesztéssel, az otthongondozás, valamint az intézményi ellátás támogatásával segíthessék az érintetteket és családjaikat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány már 2010 óta azon dolgozik, hogy az élet minden területén megkönnyítse a családok életét. A családpolitika nem csak a gyermekekről szól. A családpolitika, amely 2010 óta kialakult, egy nagyon komplex rendszer, amelynek talán mondhatjuk, hogy a világon egyedülálló, hogy a teljes életutat lefedi a magyar családpolitika. Új innovációs pályázat indul májusban 50 milliárd forint értékben, jelentette be Hankó Balázs az Innovációra Magyar című interaktív konferencián. A forrás a digitális átállás, az egészséges élet és a zöld átállás témakörökben használható majd fel. Az államtitkár kiemelte, ezekben még nagyobb hangsúlyt kapnak az egyetemi kutatóintézeti vállalati együttműködések. Ez az a versenyképességi fordulat, amit előkészítettünk, ez az a versenyképességi fordulat, ami elindult Magyarországon a felsőoktatás, az innováció, a szakképzés és a felnőttképzés területén, és ezt a versenyképességi fordulatot ajánljuk Európának, szüksége van rá, tehát talpra, innovációra magyar.
első alkalommal ülhet nő az államfői székbe Észak-Macedóniában. A konzervatív párt színeiben induló Gordana Siljanovska-Davkova jogász professzor a szavazatok 65%-át szerezte meg az elnökválasztás tegnapi második fordulójában. A balkáni országban parlamenti választást is tartottak, amelyet szintén a konzervatívok nyertek. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon gratulált a győztes párt elnökének. A két vezető kifejezte szándékát, hogy a kormányalakítás után minden eddiginél magasabb szintre fejlesztik Magyarország és Észak-Macedónia kétoldalú kapcsolatait. Kedves nézőink, ez volt a Híradó. Műsorunk újra nézhető a híradó.hu oldalon, ahol további híreket és videókat is találhatnak.